Kedves nézőink, díjugrató verseny zajlott a hétvégén a Nomádia Szabadidő Parkban. Most ide látogathatnak el velünk. Díjugrató versenyre vártátok ide a Nomádia Parkba az embereket. Mi volt ez a verseny? Hát ez egy megyei bajnokság, aminek mi is helyszíne vagyunk. A második forduló volt, ez az első Pápán került megrendezésre májusban, most nálunk volt a második, és ilyen lesz majd még júliusban, és a szeptember 20-án pedig a megyei döntő, az pedig nálunk lesz megrendezve. Kiket vártatok ide a mai versenyre, kik indulhattak? Hát ugye a mai versenyen mind általában szokunk egy C-s versenyszámot is kezdő lovasok számára rendezni, ami nincs rajtengedélyhez kötve, tehát ott a rajtengedély nélküliek versenyeznek. Mivel hogy megyei forduló, így ugye a megyéből, akik ugye maga bajnokságért indulnak, azokat vártuk, meg hát persze természetesen a környező megyékből. Már mondhatom, hogy 118 startunk volt a B-s versenyre, a szabadidősben is volt 12 gyerekünk, úgyhogy ez jónak mondható. A lovakat vagy a lovasokat viselte meg jobban ez az időjárás? Hát szerintem mindenkit. De mi örülünk neki, hogy most végre süt a nap, már hogyha visszatekintünk a múlt évbe. Tehát volt egy versenyünk, amit le kellett mondanunk, volt egyszer, amikor ugye kicseréltük a homokot, és úgy tudtuk megrendezni. Volt egy verseny, amikor hajnal 3-kor már itt kint gerebjéztem a pályát, hogy mennyi vizet bír el, hogyan, úgyhogy mi ennek örülünk. Természetesen meleg volt, de szerintem mindenki túlélte és jól érezte magát. Milyen korosztályból indulhattak a versenyzők? Hát ugye ez a korosztály, ez a rajtengeréhez kötött, tehát igazából itt rajtengerét kell tenni, hát a rajtengeri vizsgára azért egy ilyen 8 éves kortól, 8-9 éves kortól, egészen addig, amíg a lovon meg lehet ülni, tehát a korát, a Finta Géza bácsi, ugye az 60, nem tudom, pár éves, de még ugye mindig a toppon van, úgyhogy tehát a korhatár ez így alakul. Volt itt egy olyan eset, amikor háromszor nem fogadott szót a ló, és kizárták a versenyből, ez mi volt? Így van, ez is egy szabály, ugye azért nem lehet itt örökké lovagolni és odahajtani lovat, hogy amikor ugrod át, ugye háromszori ellenszegülés, tehát amikor egy akadályra háromszor rámehet, ha nem tudja, akkor kicsengetik és azzal kizárják a versenyből, és még utána annyi van lehetőség a lovasnak egy akadályt tetszőlegesen megugrani, hogy a ló ne rossz élménnyel jöjjön le a pályáról, de kizárják is, hogy a versenyben már nem lesz semmilyen helyezése. Beszéljünk egy kicsit erről a lovasportról. Ezt azért régen úgy tartották, hogy az urisport, ha valakinek kedve támad arra, hogy lovagoljon, az hol teheti itt meg a környéken? Hát urisport, most talán minden sport már lassan uri lesz, mert ugye semmi sem olcsó. Hát ez a lovaglás azért ez nem egy olcsó hobbi vagy sportákhoz tartozik, mert azért magát lovat tartani, bértartás, lovat megvenni. Ugye ez szintől valaki hobbi lovat olcsóban lehet venni, ugró lovaknak azért nagyobb az áruk, hogy ez megint a csillagos ég, mert vannak árak. Hát ugye maga a tartás, maga a felszerelések egyéb, tehát azért ez nem egy olcsó sport. Aki azért komolyabban versenyezni akar, annak azért saját lova kell, hogy legyen, és kell, hogy viselje a költségeket. Egyéb lovagoltatáshoz pedig itt nálunk a Nomádia Szabadidő Parkban is, ugye a lovardában ugye vannak folyamatosan sok lovasunk van, akik hát ugye egy az, hogy rá is kell kezdeni, ugye elkezdik az ilyen vezetőszár, aztán futószár, aztán szabadon lovaglás. Most már van itt egy pár olyan régebb óta ide járó gyerekünk, akik már kis x-eket ugranak. Bízom benne, hogy ugye jövő hét vasárnap lesz nálunk egy gyerekügyességi verseny, meg majd augusztusban még egy, már úgy néz ki, hogy augusztusban talán már lesz itt olyan gyerekünk, egy, kettő, vagy akár három, akik már ezen a pici számokban ilyen 50-60 centin tudnak indulni. Egyelőre a mi lovainkkal, aztán ugye velük lesz majd, bízunk benne, azért majd a jövő, aki, mert ugye kell az utánpótlás. Hogy készültök egy-egy ilyen versenyre, mind szervezők, mind versenyzők? Hát ugye, hála Isten, az akadályparkunk az megvan, azt ugye hát azért úgy folyamatosan, tehát a kőfalunkot hát, vagy az a téglafal, az ugye most vetettük be, azt ugye most volt az első, azt hittem, hogy jobban félnek tőle, de szerintem nem okozott senkinek akadály, vagy nehézséget. Tehát az akadályparkunk megvan, rudjaink megvannak igazából, maga a rendezvényre, természetesen ugye a szervezés, tehát itt azért bíró, stílusbíró, állasztályú bíró, pályaépítő, mentő, tehát azért ugye meg kell felelni az eljelentelő, az állategészségügy felel, patkolókovácsot kell biztosítani, átorvos kell, aki ugye ellenőrzi az útleveleket, hogy oltás legyen rendben egy évnél nem régebbi vérvétel eredmény, tehát
azért kell, hál' Isten, itt maga a part megvan, ugye a pályát, ugye most hál' Isten, hogy nem volt eső, ugye mi azt mondjuk, hogy inkább locsolunk, ugye tegnap este átáztattuk mind a két pályát, itt a versenypályát is, meg hátul az edzőpályát, ennyi, de mindig izgulunk, tehát főleg az időjárás, tehát a tavalyi évben, amit átéltünk, ugye ahhoz most ennek nagyon örülünk. Mennyire vagy elégedett a csapattársaidnak az eredményével? Hát azután szeretném megköszönni az Ajkai Lovas Egyesület tagjainak, mert szép számmal itt voltunk, ugye hát lehetett látni, mindenkiből egy zöld póló volt, ugye az egyesületes felirattal segítettek. Tehát ugye a pályaszolgálat, amikor megy a verseny, a két-három pályaszolgálati létszámnak kell lenni, ugye a lássuk a durakkor vissza kell azt rakni, meg hát ugye a számok között ugye pályát kell építeni, mert ugye minden egyes számnál mások a magasságok, más lehet a vonalvezetés, úgyhogy köszönöm szépen nekik. Meg vagyok elégedve, mert nagyon helyreálltak, úgyhogy minden oké volt. Milyen eredményt értek el a zajkai versenyzők? Ugye, mint említettem, ugye volt az első szám az a szabadidős C és a rajtengedély nélküliek, ugye ott indult négy versenyzőnk, Novak Réka a második lett, Csányi Szlaur a negyedik, még ment Szepesi Zsófi és Vasáros Fanni, ők hatodik-hetedik helyen végeztek. Aztán a B-s versenyben pedig a Viasz Hanna a B2 ifjúságiba ért el szép eredményt. Nagy Evelin a B2 ifjúságiba első lett, ugye a stílus verseny. Aztán B1 C-be Zászló TC a második helyen végzett. Aztán egy nagyobb versenyszámba, ugye Nagy Evelin az Ajka Egyesület eddig legeredményesebb versenyzője. B3 és B4-be is ment, ugye tudni kell, itt már ilyen magasságok vannak. Ebben vannak kőfal, van vizes tárca, van tripli bár B4-be, és B3-ba és B4-be is második helyezést ért el, hibátlan pályával összevetéssel, bár a B4-be ugye nem volt hibátlan pálya, de ugye őt is visszahívták az idő eredménye miatt, mert ő egy 4 hibapontot kapott, de az összevetésben hibátlan ment és második helyen végzett az idejével. Egy idősebb, nála jóval idősebb, tapasztaltabb versenyző győzte le, de nagyon sok idősebb és tapasztaltabb versenyzőt maga mögé utasított, úgyhogy ezután is gratulálunk neki, ügyes volt.